Én nagyon jól tudom egyedül is érezni magam kapcsolatban, hiszen hál' Istennek nem függ a jó kedvem ettől, de valóban van egy ilyen, hallott, főleg párkapcsolatban élő nőktől, hogy az ezeket mennyi... A kliséket? Ezeket, hogy az milyen ciki, amikor egy nő egyedül van, mert az azt jelenti, hogy ő nem kell, hogy ő nem tudta megcsinálni. Miközben? Azt, hogy nem úgy alakul. Mondjuk éppen nem úgy alakul. Nem mindenkinek dob az élet egy társat. Ez igaz, bár ismertem egy lányt, aki, hölgyet, aki már olyan sokáig volt egyedül, hogy egy idő után már hozzászokott ez, és azt, hogy nekem már pasi nem is kell, köszönöm szépen. Hát az meg az ő döntése. Tehát ha neki úgy jó, vagy ha azt, vagy ha egyszerűen annyira fél attól esetleg, hogy csalódás ér, akkor majd ő eldönti, hogy ez neki meddig jó. Azok alapján, amit ma elmondtál, amit láttam, amit hallottam meg, amit gondolok rólad, azért azt gondolom, hogy egy önálló nőnek, aki eltartja magát, aki szeret egyedül lenni, akinek van saját társága, aki szerző is, ír, nem csak játszik, annak nagyon nehéz lehet megfelelni férfiként. Igazából hadd kérdezzem már meg, hogy akkor milyen típusú pasiknak van esélye nálad egyébként? A bátornak. Bátornak? Legyetek bátorak, ezt akarjuk üzenni mindenkinek? Nem tudom, figyelj, én ezzel úgy vagyok, hogy hogyha jön, ha nem. Én, az a lényeg, hogy én jól érzem magammal, és ez elég jó érzés.